Kedves bibliaolvasó testvérek, ebben a hónapban, júliusban a kicsit megkésett aratás a témája a bibliaóráknak. Izraelben április-május tájékán aratták először az árpát, aztán két hét késedelemmel vagy további idő várakozással fogtak hozzá a búzának, búza aratásához. Nálunk egy kicsit későbben van mindez, Péter Pálon is túl vagyunk már, hajdan akkor kezdték az aratást, kicsit hűvös volt és esős a tavasz, de mi is az aratáshoz közeledtünk, és hogy ez milyen gondolatokat ébreszt bennünk, arra keressük majd itt a választ ebben a hónapban, de előbb imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te adod az ígéreted szerint a vetés és aratás szabadságát, áldását és örömét, annyi mindenre tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy szent igédben most ezt tanulmányozhatjuk. Köszönjük, Urunk, Jézus tanítását a magvető példázatáról, ami az igéről, az élő igéről, az áldott mindennapi kenyérről, amiért imádkozunk is. Erről szól, táplálja a szent igéddel is minket, és ad imádkozzunk azokért, akik kívül maradnak mindig az aratás örömén, akik maradékokból élnek, akik kegyelem kenyéren élnek, akiket sokféleképpen aláz meg a gazdagabb világ, de áld meg azokat is, akiknek kevésbé jut asztalukra áldás. Urunk, hallgass meg a tőled tanult imában is, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az ige, amit most felolvasunk, az Ézsaiás könyvének a 9. részében található. Az első 6 vers az a Mesiásról szóló jövendőlés, és természetesen vita van a fölött, hogy ki is ez a felkent, a sóvárokban várt igazságos király, aki Ezékiásként vagy Hiszkiáhuként vonult be a bibliai történelembe, és valóban istenfélő igazságos király volt. A Mesiás vagy Krisztus az felkentet jelent, és így neveztek minden királyt és minden prófétát is. Tehát az, hogy valakit Mesiásnak tartunk, az első olvasatban csupán annyit jelent, hogy a felszentelés olaja van rajta annak jeleként, hogy Isten a maga számára elkülönítette, és valami szent feladattal megbízta. De ott van ezekben a szövegekben, és Ézsaiásnál sok helyütt a Mesiás várása, annak az igazságos emberként is azonosítható személynek a megjelenését várjuk, aki velünk egyféleképpen jött erre a világra, és talán kell távoznia is erre a világra, ismeri a szenvedést, a küzdelmet, de a győzelmünk vezére is, életünk értelmének a meghatározója is, és aki helyreállítja a rendet ebben a világban, üdv korszakot ígér, arcunkról letörli a könnyet, és visszaadja emberi méltóságunkat is. Hogy ez a Mesiás ki? A keresztény emberek határozottan a názáreti Jézusban látják a Mesiást, a zsidóság vitatja ezt, és ebben fájdalommal
alázattal kell elismernünk, hogy sok szerepe van annak a 20 évszázadnak, amelyben sokat kellett a zsidóságnak szenvednie a keresztényektől, akik politikai kereszténység követői voltak mind a mai napig, és ami nő vallásba, hitbe belefért, az antijudaizmus, antiszemitizmus, a szegények, kiszolgáltatottak üldözése, a kenyér botjának az eltörése, tehát nagyon sokszor saját népük ellenségei is voltak azok, akik magukat keresztényeknek nevezték. A mai napig is így van, hogy a mi úgynevezett keresztény kormányunk, amely Szíriában az ottani népekkel vívott harcot akkor Izrael, és ez is ott van ennek a kis szövegünknek a hátterében. Szíriában most templomokat, keresztény templomokat újít fel, de itthon üldözi azokat a keresztényeket, akiket politikailag megbízhatatlanoknak tart, és így a mi egyházunktól is megmondta a múlt század 70-es éveiben sok küzdelem, még börtön árán is megszerzett státuszunkat. Tehát nem önjelölt földi messiások, vagy olyan személyek érkezésére várunk, akik készek együttműködni egy istentelen rendszer uraival is, valahogy aképpen, ahogy a pápákat a nyugat-római császárságban a császárok, koronás emberek választották, cserébe a pápák pedig birodalmakat engedtek át, vagy hagytak jóvá egyes urak kezében. Nem ilyen messiásra várunk, igazságos messiásra várunk. Tehát ha ennyit elmondtam, már ad tegyem hozzá, hogyha visszalapozunk két fejezetet, a hetedik fejezet, mint egy előzménye ezeknek a felkiáltásoknak szól a szír-efraimi háborúról, ami időszámításunk előtt 733-ban volt, amikor a harmadik Tiglath-Pilézer jelent meg ott a Közel-Keleten, eljött Recin, mondja itt az ézsaiási szöveg, Szíriának királya, Remaljának fia, és Peká, Izrael királya volt akkor Jeruzsálem ura, az ő idejében kezdte ostromolni a várost, és ebben a helyzetben szól a vigasztaló, bátorító profétai üzenet, vigyázz, légy nyugodt, ne félj, meg ne lágyuljon a szíved, bizony megmaradtok, és így tovább, tehát ebben a bátorító üzenetben kerül elő sok különös kérdés, nem csupán az, hogy ki is lesz a messiás, vagy mikor jön el, hanem hogy miről is szól az embernek az élete. És ezért olvassuk most a Károli Biblia beosztása szerint a 9. fejezetnek ez a 3. verse, de az újfordítású Biblia, ami követi a zsidóság által kiadott Biblia versbeosztását, ott a 2. vers ez, mert ott a 9. fejezet itt kezdődik, hogy a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, de a Károli Bibliában ott van még az előző fejezet vége, hogy nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de aztán megdicsőíti a tengerútját, a Jordán túlsó partját, és a pogányok határát, a nép, mely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Nem baj, hogy a Károli szövegben ez ott van, és reményt ad, emlékszem Hajdan, Rajtamás ezt az igét küldte Tökés László későbbi püspöknek, aki Rajtamás figyelmét hívta fel arra a küzdelemre, amit ő ott a román forradalom idején folytatott, és kérte, hogy a kiváló zsidó vallásbölcselő imádkozzon érte, és ő akkor ezt az igét küldte, hogy nem lesz mindig sötét éjszaka ott, ahol most
szorongás van, eljön a reggel, és ezt semmiféle zsarnok, semmiféle cenzor, népet kisajátító, belső ellenség nem tudja megakadályozni. A napfelkeltét sokkal magasabb szinten rendelték el. Isten az éjszaka ura is ezt nem engedi át másnak, és nem nyúlhat ez az eszközhöz más földi halandó, fáraó, király, diktátor, pártfőtitkár, vagy miniszterelnök, senki, aki magát híressé, nevessé akarja tenni, nem tudja megakadályozni, hogy véget érjen az éjszaka, és egyszer véget fog érni az éjszaka, és véget ér a pusztulás, a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, mint a teremtéskor úgy kezdődik. Egy új korszak, egy új átteremtés, a tóvábóhú, ami kialakul, az űrzavar, dolgok szétdobálása, eltaposása, az megszűnik egyszer csak, mert Isten belép újra a történelemnek ebbe a korszakába, és a nép, amely a sötétségben járt, megint nagy világosságot lát, akik a halál árnyékának földjén lakoztak, fényragyog fel felettük majd. Folytatja, te megsokasítod a népet, és itt jön akkor az a kicsi vers töredék, ami mottója lenne a havi gondolatunknak. Örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak. Miért? Mert terhes igáját és hátavesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midján napján, mert a vitézek harci sarúja és a vérbe fertőztetett öltözet megég és tűznek eledele lészen, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóságatjának, békesség fejedelmének, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme műveli azt. Azért olvastam ezt végig, mert ez egy kis egységes szakasz, ami a Mesiás megérkezéséről szól, és ebben a szakaszban találjuk ezt az aratással kapcsolatos képet. Még egyszer idézem, a Károli szerint a 9. rész 3. verse: nagy örömöt szerzel néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével. Tehát ez az a kis szakasz, ami mondom itt most ebben a hónapban bennünket is végig foglalkoztatni fog, hogy örvendezünk az aratóknak az örömével. Lehet-e másképpen is viszonyulni ez az egész mezőgazdasági munkához? Mezőgazdasági nép, Izrael népe, és két nagy ünnepe, a pünköst és a sátrak ünnepe is az aratás, a betakarítás idejéhez kötődik. A zsengéket kellett beszolgáltatni mindjárt az aratás elején, és 3 Mózes 23. 9. fejezetében van benne a 14. és 17. vers között, sőt a végén, az aratás legvégén, aztán az új magból őrölt liszt alapanyagából sütött új kenyérnek a bemutatását is az ünnep részévé tették. Az árpa cipó nagyon jelképes valami is, a népet is jelképez, és akkor ehhez számítottan körülbelül 2 hét múlva, vagy később érik az alakor, az ős búza, vagy a búza, annak egy finomítottabb, termékenyebb változata is. Jézus maga is használja a képet a magvető példázatában, és a magától termővetés, a konkoly példázatában mindig
amikor valamit az ember elvet, akkor is oda kell figyelni a talaj előkészítésére, hisz a mag eshet a fel nem tört útfélre, eshet a kövek közé, amelyet nem szedtek ki a termőföld területéről, eshet a tövis és a gyomnövények közé, amelyek erősebbek, mint a kultúrnövény, és megfojtják azt. Ehhez aztán az Úr sokféle kis tanítást kapcsol, és azt mondja, hogy csak minden negyedik mag, a magok negyede ér célba, de azok között van olyan, ami száz annyit terem. Izsák történetében találjuk meg ennek a kijelentésnek az alapját, aki az éhség évében is vetett, és termett neki száz annyia. Tehát a hittel való cselekvés, az idejében végzett jó munka, az, amiről másutt a galáciaiakhoz írt levélben, azt mondja a szerző, talán Pál, hogy ne tévelyegjetek, amit az ember vet, azt fogja majd aratni, aki a testnek vet, veszedelemre vet, és aki a léleknek, az az üdvösségre. Szóval a vetésben való körültekintés, a vetés alkalmával való körültekintő tevékenység alapozza meg az aratásnak az örömét. Itt most hát arról van szó, hogy amit Isten a maga részéről ígért, azt ő tartja. A kérdés az, hogy az aratás öröméhez mi is hozzá akarunk és tudunk-e járulni. A bűnbeesés történetében, a Biblia legelején az átok, a büntetés szavai között azt is mondja az Úr, hogy az ember, mivel a szövetséget fölmondta az Úrral, ezért arca verejtékével keresse a kenyerét, ne azt teremje neki a föld, amit vetett, hanem bogáncs kórót és tövis teremjen, küszködve válogassa szét az ember, vagy kerüljön abba a helyzetbe, amikor konkolyt vet az ellenség a búzak közé, milyen szép tanítás ott is. Tanítása az Úrnak az, hogy ha ez megtörtént is, nem kell berontani, és így megmenteni a jó vetést, hanem türelemmel kell, akár sebzett nehéz szívvel is várni, amíg el nem jön az aratás ideje, amikor szálanként válogatja szét a termést, a bölcs gazda tudva, hogy a konkoly a búzak között az alkalmas arra, hogy kábítószerként működjék, ha valaki együtt örli a gabona magjait a konkoly magjaival, akkor olyan sütemény lesz a vége, olyan kenyér, amely bódulatba ejt. Sokszor lehet látni vallásos embereknél is, hogy az igére hivatkoznak ugyan, de az életük zabolátlan, az Isten tiszteletük is akár, és minthogyha a kábulatban volnának, hiszen a Szentléleknek a munkája, pláne azért nem, mert az életük nem erről árulkodik. Tehát Jézus példázatában ott van ez is, hogy ez az egész ügy, az aratás ünneplése, az öröm, az ott kezdődik, hogy feltöröm az ugart. Ott kezdődik, hogy lehordom a köveket az útról. Ott kezdődik, hogy kiszedem a gyomnövényeket, amennyire tudom. Ott kezdődik, vagy folytatódik, hogy akkor is, hogyha jó volt a vetésem, akkor sem tudok minden éjjel ört állni, minden egyes kalász mellett, hanem hittel és bizalommal az Úrra kell számítanom, és megtörténhet az, hogy míg én alszom, az ellenség konkolyt vet a búza közé, és akkor meg kell tanulnom várni, hagyni, hogy együtt növekedjék a kettő egymás mellett, sőt, hogy megpróbáljak hinni abban, hogy Isten a maga csodálatos teremtő erejével néha még a konkolyt is búzává változtathatja, de ha tudatos emberi szándék van a rossz akarat mögött,
akkor nem hihetem azt, hogy egészen biztosan a búza a konkolyt megváltoztatja majd. Jól kell látni ezt az országok működésében is, hogyha valaki felrúgja a közös szabályokat, diktálni akar, élete megrohad, vagy tele van kábító szerekkel, mint a konkoly, akkor hiába való várakozás, hogy azt mondjuk, hogy ez nem baj, nincsen ez rosszul így, majd megváltozik, soha nem fog a konkoly megváltozni emberi viszonyok között, az Isten csodája pedig ezt nem fogja véghez vinni. Tehát aki gyűlöletet vett, gyűlöletet arat, aki korrupciót vett, korrupciót arat, aki embertelenséget vett, embertelenséget arat, amit vett az ember, azt aratja is, mondja a galáciai levél számunkra. Tehát fontos az előkészítő munka, mert Isten oda küld áldást. Sőt, ennek a munkának olyan önfeláldozónak kell lenni, ahogy Jézus a görög prozelitáknak beszél az ünnepen, akik látni akarják Jézust, akarnak egy találkozót vele. Csak az ünnepekre jönnek, és nem akarnak úgy hazamenni, hogy ebben a rabbival ne beszélgettek volna. És Jézus nem siet személyes találkozóra velük, hanem csak ezt mondja, hogy ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Vagyis aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki elveszíti én értem, és az evangéliumért megtalálja. Mi a magvetés? A magvetés Isten igéjének a hirdetése. Mi az aratás? Elsősorban is az aratás az az alkalom, amikor lehetőség van megállapítani, hogy lett-e eredménye a hirdetett igének. Történtek-e megtérések? Én sokszor gondolok erre, hogy vajon a hirdetett ige, ha az megfelel az ige hirdetés tudománya szabályainak, elég-e az? Elég-e az, hogy van bevezető tárgyalás, befejezés? Elég-e az, hogyha az éppen aktuális akadémiai meghatározások szerint használja az ember az anyanyelvet? Elégséges-e az, hogyha tudjuk, hogy kihez beszélünk, hiszen a kicsiknek egyszerűen kell elmagyarázni, szemük előtt kell talán kimorzsolni egy kalászt, és mozsárban megtörni a nagyon szegények régen is. Szinte a magokat megszámolva készítették ételüket, és tették mozsárba a búzaszemeket, mozsárban törték össze, és úgy az összetört gabonából sütötték a kenyerüket, nem olyan finom liszt volt ez, mint amit most a boltban kapunk, hanem együtt úgy mondjuk, hogy teljes kiörlésű volt ez, de nem minden házban volt malom például, és már mindjárt az elején nehézkesen jutottak oda, hogy kenyér legyen, de az egy kicsit mindig össze kellett törni a magot. Tehát ha nem volt malom, akkor egy mozsár csak találtatott, vagy egy kőre letették a magot, egy másik kővel összetörték, össze kell töretnie a magnak ahhoz, hogy felhasználható legyen a kenyérsütéshez. Vajon ott van-e az áldozat bennünk? Csapongva, hol aratóként, hol búzaszemként próbáljuk Jézus szavait is, vagy a Biblia üzenetét értelmezgetni. És amikor azt mondom, hogy meg kell szenvedni azért, hogy kenyér legyen az asztalunkon, hogy a mindennapi kenyeret az Úr meg tudja áldani, akkor sem szabad elfelejtenünk azt, hogy minden érték Isten áldása. Nem mi találtuk ki a magot. Nem mi találtuk ki, hogy ebben a magban, nem mindegyikben, de a gabonafélék magjaiban, akár zab, árpa, rozs, búza,
legyen az, ami előttünk van, ennek a magjaiban legyen az éltető kenyér áldása jelen. Az aratás öröme az a fáradtságosan elvégzett vetésnek a jó érzésével kezdődik, és aztán jön az aratásnak az öröme. Van-e okom örvendezni? Ha jól végeztem a munkámat, akkor igen. Nem kell azt képzelnem, hogy mindig a harciasabb, erősebb emberek viszik el az aratásnak az örömét. Ők mindig aratnak. Azt is aratják, amit nem ők vetettek, gondoljunk a talentumok példázatára, ahol az egy talentumos mondja ezt, de most általánosságban használjuk azokra a gazemberekre, akik elfoglalják a politika megfelelő pontjait, az ország irányításának döntő helyeit, és onnan nem a népet szolgálják, hanem önmaguk gazdagságáról és hatalmuk bebetonozásáról gondolkodnak, és azt próbálják elhitetni, hogy ráadásul ezen Isten áldása van. Nem minden politikai sikerem van Istennek az áldása. Nem erről szól itt ez az ige. A politikai üzenete ennek ott van, amit az előbb kezdtem mondani, hogy a 7. fejezetben a szír-efraimi háború idejére vezet bennünket vissza a könyvnek az írója, amikor is a kicsi Jeruzsálemet a nagy szíriai seregek körülvették, ostromolták a várost, de nem tudtak győzni felette, mert az Úr az ő népével volt, és ez volt az ő magvetésük, vagy ez volt az ő előkészítő munkájuk, az ugartöréstől elkezdve a mag elhalásáig mindent átélt ez a nép. Nem szabad azt hinnie, hogy ez az egész ügy, ez az egész történet, a mindennapi kenyérnek az ügye kizárólag a szenvedésről szól, a büntetésről. Az arcod verejtékével kezdetű mondatnak van egy másik fele, ami így szól, hogy edd a kenyeredet. Isten azt akarja, hogy jusson az asztalra kenyér, és nem szabad szégyelni, sajnálni azt, hogy ezért olykor meg kell szenvednünk. Tehát most megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint a kizsákmányt. Vert helyzetéből állt talpra ez a nép, mert Isten vele volt. Könnyhullatással vetettek, mondom, a Zsoltár szavaival, és vigadozva jöttek kévéjüket emelve. Sírtak, féltek, legfeljebb csak reménykedtek, de a reménységük nem szégyenítette meg őket, és most aratnak, most azt mondják, hogy 30-60 vagy akár 100 annyit is takaríthatunk be, úgy, ahogy ezt Izsák abban az esztendőben, amikor éhség volt az egész közel-keleti térségben, ő mégis vetett, és lett neki 100 annyia. Igen, ott van a Jézus példázatának az előzménye Izrael népe történetében. Egy hitvalló ember, egy hétköznapi ember, Izsák történetében az Úr megáldja az ő kezének munkáját, és örvendezett az aratók örömével. Isten sokasítja meg a magnak az áldását. Isten veti meg az öröm alapjait. Nem mi találtuk ki a magot, mondtam az idén. Nem mi rejtettük bele az életet. Nem mi gondoltuk el, hogy abból legyen a mindennapi kenyér. Nem mi gondoltuk el azt, hogy elegendő legyen ez a hozadék, a vetésnek az eredménye mindenki számára. Ha megfelelően gazdálkodnánk Istennek ezzel az ajándékával, ha nem lennénk kapzsik, szűkkeblűek,
és nem gondolnánk azt, hogy ezt az áldást különböző politikai céljainkra felhasználva az ügyet kényünk kedve szerint osztogatjuk, hanem abból indulnánk, hogy ki az, aki éhes, az jöjjön és egyék. Nem szabnánk feltételeket ahhoz, hogy kinek jusson kenyér. Ha így néznénk körül a világon, hogy ki az, aki nem jut hozzá a kenyérhez. Hogyan van, hogy nincs minden asztalon ott a friss, mindennapi kenyér. És ez így van, akkor adjon az, akinek van, törje ketté az ő kenyerét. Ne engedje meg, hogy az asztal alatt a kutyákkal versenyezzenek a szegény lázárok azért, hogy ők is eledelhez jussanak. Vegye észre az ember azt, hogy az asztal alatt a morzsákat szedegető, csipegető emberek nem sokkal többre vágynak. És ezt megtagadni tőlük ördögi bűn, megbocsáthatatlan bűn. Ezt szabadon kellene adni, ahogy Isten adja, ingyen vettük, és ingyen kell adnunk. Ó, a mi munkánk, az egy kis töredéke csupán annak, ami az áldott kenyérben benne van. Nem véletlen az sem, hogy az aratás körüli elvárások, törvények között van olyan is, hogy a te földednek a szélét le ne aranst. Az ott felejtett kalászt föl ne szedd, hadd jöjjön el, a szegény nincstelen, menekült, migráns, ahogy hunyolódva itt sajnos nevezik a mi országunkban, és jöjjön az, aki kénytelen volt ott hagyni a földjét is, és most a tartalékait arra költeni, hogy újhazát keressen, hadd jöjjön el, és hadd szedje fel a mi elhullajtott kalászainkat, és hadd arassa le mezőnknek a szélét, hogy neki is jusson kenyér az asztalára. Ezt a törvényt, amely ugyan nem kötelező, máig alkalmazzák kegyes zsidók, vállalkozók is, üzletemberek, hogy pontosan hogyan csinálják, hogy mit jelent a földjüknek a széle, amit nem vágnak le, ott hagyják a szegényeknek, ezt nem tudom pontosan megmondani, de azt biztosan tudom, hogy gyakorolják ezt a kegyességet annak érdekében, hogy a szegények is megfelelő táplálékhoz jussanak. Tehát amikor Isten örömöt szerez nekünk, a végső pillanatban, amit aratásnak is nevez az Úr, a példázatban, az aratók, az angyalok eljönnek, szétválogatják búzát a konkolytól, és megfelelő helyére kerül mindegyik, az egyik a kandalló tüzébe, vagy a kemence tüzébe, a másik az áthevített kemencébe, mint kenyér kerül majd be, és sül áldott napi eledellé. Arra bátorít itt bennünket a mai igénk, hogy ebben a nagy örömben munkálkodjunk, az Úr által szerzett nagy örömben. Örvendezzünk az aratók örömével, ne zúgolódjunk, ne mondjuk folyton, hogy milyen nehéz a mi sorsunk, persze, hogy az. És halálosan nehéz olykorám, de van értelme kockázatot vállalni, ahogy a szülőnő kockázatot vállal, ahogy az orvos kockázatot vállal, a szociális munkás, az ápoló, a lelkipásztor, a kenyérsütő, a különböző nélkülözhetetlen szolgáltatásokban jeleskedő személy kockázatot vállal, hogy a járvány, a büntetés, a próbatétel idején is legyen mindenkinek kenyere. Ó, az ilyen ember tud igazán csak örülni, vagy csak az ilyen ember tud igazán örülni az aratók örömével. Sírva vitte a magját, amikor vetett, és most örvendezéssel arathat. Miért? Mert Isten jó.
Isten nem akar éheztetni. Isten megadja a mindennapi kenyeret mindenki számára. És ez tanítás nekem is, hogy én is ezen fáradozzak. Ő az, aki megteremti a békét, ő az, aki megsokasítja a népet az ő kiválasztó kegyelmének. Köszönhető minden áldás, amit az utódokban ad az Úr. És aki győzelmessé teszi az életünket, mert benne van ebben a versben még ez, hogy mikor zsákmányt osztanak. Egy bezárkózott nép, amelynek alig van vize, amelyet naponként kell bátorítani, hogy el ne kell menjen a kedve attól, hogy védje a szeretett város falait. Egyszer csak eljut oda, hogy tapasztalja, a történelem ura elszólította az ellenséget falai alól, elhengerítette a követ a kapu elől, és lehetővé tette, hogy az ostromlott nép most zsákmányhoz jusson, kárpótlást kapjon, és megpróbáltatás helyett az áldás legyen a része. A megsokasított nép nagy örömöt kap az Úrtól, az Úr szerezte a nagy örömöt, és örvendeznek előtte az aratók örömével. Rendszerint tánccal, hangszerekkel ünnepelték, mert olyan nagy csoda volt, hogy a mag megmaradt a földben, hogy semmi onnan ki nem túrta, hogy az időjárás akármilyen rossz volt, valamennyit a föld mégis termett, és sokszor az volt a tapasztalatuk, hogy sokkal többet, mint amit keserűségükben vagy zugolódásukban reméltek volna. Isten mindig többet ad, százszor annyit akar adni. És lásd meg azt, hogy az aratók örömében benne van a lelkes készülődés arra, hogy kivel fogom a következő aratásig megosztani azt, ami van, ahogy Boáz megosztja a gabonáját a kis özvegyel, annak özvegy anyósával is, ahogy külön szól, hogy ne riasszák el, ha elhullott gabona fejeket szedeget, és miért neki külön még már kicsépelt magot is. Isten arra indítja a lelkét Boáznak, hogy örvendezzen az aratóknak az örömével. Nem az az öröm, hogy nekem van, s pláne nem, hogy a másiknak nincs, hanem az az öröm, hogyha nekem van, legalább fölöslegem, amit megoszthatok. De boldog az, aki nem csak a fölöslegére vár, hanem mindig, amilyen van, annak a felével, vagy legfeljebb a 9/10 részével számol, és 1/10 pedig az Úrnak ad ilyen célokra, hogy jusson kenyér mások asztalára is, és ebben az igyekezetében az Úr kivételes áldásait fogja megtapasztalni. Örvendezünk hát az aratók örömével, vessünk jó magot, és ne a tövisek közé, ne sajnáljuk a munkát, amely megtisztítja a talajt, ne sajnáljuk a fáradtságot, ha őrizni kell a magot, és ne feledkezzünk a reménységről, hogy a konkoly jelenléte nem fogja tönkretenni eleve a termést, hanem eljön az idő, amikor az angyalok külön választanak mindent. Örvendetes aratást kívánok mindannyiunk számára. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem csak a sírva vetés lehet a mi tapasztalatunk, hanem megengedett, megértünk azt is, amikor a dolgok kisimulnak, kiegyenesednek. Várjuk ezt az időt. Várjuk, amikor az ostromlottakból zsákmányszerzők lesznek. Várjuk a pillanatot, amikor a magvetésünkhöz hozzátartozhat az ellenséggel való párbeszéd, a nagyvonalúság, a szeretet akár, az ügyszeretete mindenképpen.
Urunk, hadd szóljon a mi életünk a reménykedő magvetésről, amire hittel, a hit szemével látjuk. Te mindenképpen áldást azt szeretnénk megérni itt ezen a földön, de ha nem, akkor is legyen meg a te szent akaratod, és a te békességed, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Megkezdett énekünknek a harmadik és negyedik versét énekeljük. Ez az ének pedig a 260. dicséret volt. munkára fel, nyugtott ne vágy, amíg nem alkonyul, utadra esti ágy még nem borul, s a tűnő fénnyel nem magzik feléd, szolgám, elég, munkára fel, munkád gyönyör, dicső jutalmat ad, boldog ki, mind halálig hű marad, mi mély öröm és béke várja őt az Úr előtt. Isten velünk.